Itthon kimagasló a foglalkoztatottság mértéke. Az Eurostat legújabb kimutatása szerint Lettország után Magyarországon nőtt leginkább a foglalkoztatás az első negyedévhez képest. 2013 második felétől figyelhető meg igazán a munkaerőpiaci dinamizmus, most már a versenyszférában helyezkednek el egyre többen. A következő években 60-70 ezer új munkahelyet kínálhat a versenyszektor. Comba Sándor munkaerőpiacért és képzését felelős államtitkár a vendégünk. Köszöntöm a stúdióban. A legfrissebb kimutatás szerint tehát 1,5%-kal nőtt itthon a foglalkoztatás, ez eddig érvényes 2015-től számítva, és ez Lettország után a legjobb eredmény az európai országokhoz képest, ez már a válság előtti szint, azt mondják. Így van, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon sikerült elérni a válság előtti foglalkoztatási szintet, nagyon-nagyon kevés uniós tagállam büszkélkedhet ezzel, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Persze hozzá kell tennem, ugye itthon vagyunk Szabolcsban, most akik néznek bennünket, azok azt mondják, hogy jó, de hát én mondjuk 6 éve, 8 éve, 10 éve regisztrált álláskereső vagy munkanélküli vagyok, tehát akkor fogom ezt elhinni majd, ezeket a statisztikai adatokat, hogyha rám vonatkozóan is igazak lesznek. Tehát ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy rengeteg teendő van még az elkövetkezendő időszakban, hiszen valóban dinamikusan nő a foglalkoztatás, de országon belül azért ez a dinamizmus a nyugat-magyarországi régióban jóval erősebb, mint a kelet-magyarországi részeken. Tehát a feladatunk az, hogy a következő időszakban a felzárkóztatás jegyében idehozzunk olyan munkahelyeket, amelyek az itteni embereknek is tartósan a versenyszférában lehetőséget biztosítanak. Tehát az az adat, ami 2015 májusában aktuális volt, hogy 4 millió feletti a foglalkoztatottak száma, ebben természetesen benne vannak a közfoglalkoztatottak is, erről már korábban beszéltünk, és lehet azt mondani, hogy a nyugat-magyarországi adatok húzzák föl az átlagstatisztikát ezek szerint, vagy pedig azért... itt is megfigyel egyfajta növekedés. Így ezt azért nem mondanám, mert mindenhol, hál' Istennek, növekedés van. Akár régiót, akár megyét, bármit, és a közfoglalkoztatás nélkül is növekedés van. Tehát 2013 második felétől a versenyszektor adja a növekedés dinamizmusát. Csak ugye mondjuk Győr környékén most 2,5%-os a munkanélküliség, itt Szabolcsban pedig 15% környékén van. Tehát nagyon nagyok a különbségek. Mi járult ahhoz hozzá, hogy ilyen mértékű az átlag növekedés? Akkor most így fogalmazok, egyrészt a gazdasági környezet is javult, ez hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez természetesen, de a kormányzatnak milyen foglalkoztatási programja volt eddig, ami ezt segítette? Így van, hát nyilván a legfontosabb az, hogy egy növekvő GDP-hez tud a foglalkoztatás bővülést generálni, de ha konkrét programok, akkor nagyon fontos a munkahelyvédelmi akciótervnek a segítsége. Ugye itt a 25 év alatt, 55 felett és a szakképzetlenek esetén munkahely megőrzést és új munkahely létesítést is segít ez a program. Több mint 200 milliárd forintot hagytunk kint munkáltatóknál ennek a programnak a keretében az elmúlt két esztendőben. Emellett csak tényleg távirati stílusban első munkahelyi garancia program 25 év alatti fiatalok esetében segítettük a munkába állást, több mint 20 ezeren ma is dolgoznak, fiatalok vállalkozóvá válását segítettük, több mint 6 ezeren vették igénybe, gyakornoki programot indítottunk több mint 10 ezeren, most indítjuk a diákmunkát, biztos, hogy a következő két hónapban több mint 20 ezeren be fognak tudni ebbe kapcsolódni, és hát számos olyan intézkedés van még, ami számszerűsítve is megjelenik ezekbe a bővülésekbe. Tehát a legfontosabb, talán a legjobb üzenet az, hogy a versenyszféra az, ami a dinamizmust hajtja, és remélem, hogy a következő időszakban, ahogy itt elhangzott, hogy ez a 60-70 ezer, ez reményeim szerint éves alapon, tehát a következő években évente, ez egy, hogy mondjam, egy optimista forgatókönyv, de szeretnék optimista lenni most már, hiszen a válság időszakában nagyon megsínylettük, ott ilyen jó esetben 20-30 ezer munkahely jött létre, de az is csak nagyon nyögvenyelősen, és ott a közmunka volt az, ami elsősorban ugye rásegített. A térségünkben a közfoglalkoztatást még a következő években is muszáj lesz elég nagy létszámban fönntartani, hiszen az, hogy a versenyszféra Szabolcsban mondjuk dinamizmusát tekintve 5-szörös, 10-szeresére növekedjen, ez nem valószínű, de nyilván itt is csak átmeneti megoldásként szeretnénk a közmunkára gondolni. Hogyha ezt egy picit boncolgatjuk, és akkor nem Szabolcs megyére vetítve, hanem országosan, az elkövetkezendő időszakban egyrészt a KKV szektor állami támogatásai, az Európai Uniós pályázatok, források lehetővé teszik-e majd ezt a bővülést, bővítést, hiszen azt tudjuk, hogy a 60% az uniós forrásoknak gazdaságfejlesztésre fog fordulni mindenhol.
Igen, igen, ez így van, és erre is számítunk. Hát ugye több mint 4000 milliárd forint áll majd rendelkezésre gazdaságfejlesztésre, gazdaságélénkítésre. Ezen belül elsősorban a KKV-szektor céloztuk meg, hiszen látjuk azt, hogy a munkahelyek 70%-a az náluk generálódik. Tehát ha foglalkoztatás bővülést szeretnénk elérni a következő időszakban, akkor biztos, hogy erre a területre koncentrálni kell. Ugye itt most a pályázatok megjelenésénél azért ugye két vonulatot legalább látni. Az egyik az, ami a termelékenység növekedését fogja garantálni, segíteni. Ott nagyon statisztika állom, hogy létszám tartás van, és nem foglalkoztatási növekedés van elsődlegesen előírva. Tehát egy technológiai fejlesztés nem biztos, hogy létszám igény generál. A másik területen viszont, ahol nem technológiáról, hanem egyéb fejlesztésekről van szó, ott viszont kifejezetten várjuk azt, hogy létszám bővítés is jön létre. De nem csak a termelőszférában, hanem a turisztikában, vendéglátásban, mezőgazdaságban, tehát számos területen fogjuk teríteni majd ezeket a forrásokat. Másrészt gazdaságfejlesztési szempontból is fontos, és foglalkoztatási szempontból is fontos a kormány azon törekvése, hogy a fiatal vállalkozásokat segítsék hogyan. Igen, hát ugye ezt az elmúlt években is indítottunk programot. A lényege az, hogy két részből áll, egy éves a program. Az első fél évben szakmai ismeretekhez juttatjuk a fiatalokat, ami a vállalkozás indítását vagy fenntartását fogja, gazdaságos fenntartását segíteni. És a fél év végén, ha valaki egy jó projektet ad le, életképesnek tűnik, akkor egy bizottság elbírálja, és akkor egyéni vállalkozás esetén 3 millió, társas vállalkozásban 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap azért, hogy megvalósítsa az álmát. Ez is egy sikeres program. Hogyha már a fiataloknál tartunk, a 24-25 év alatti korosztály munkanélküliségi rátája még mindig relatív magas, ugye ilyen 19%-ot mértek nemrég. Csökken ez a tendencia, de hát itt nagyon sok tennivaló van. Hát több olyan program van, ami már ismert, ugye az ifjúsági garancia program az egyik, illetve a legújabb, ez a Gyere Haza Fiatal program, ami azt segíteni, hogy itthon ez a korosztály el tudjon helyezkedni. Így van, ugye itt is a tendenciát érdemes figyelni, 2012-ben még 29% volt a munkanélküliségi ráta a 25 év alattiaknál, ez jött le most 19-re, nem véletlenül, nem statisztikai adatok alapján csak, hanem ugye amit az előbb felsoroltam, intézkedések is jó vastagon benne vannak. Ugye az ifjúsági garancia program arról szól tulajdonképpen, hogy a következő 6 évben a 25 év alatti fiataloknál mindenképpen kezdünk mindenkivel valamit, hogy egyszerűen fogalmazzak. Van, akinek jó piacképes szakmája van, akkor azt megpróbáljuk támogatása, munkáltatónak adunk támogatást, és elhelyezkedjen. Van, akinek nincs piacképes szakmája, őket képzéssel, átképzéssel megfelelő szakmához juttatni, és lesznek olyanok, akiket hosszabb távon tudunk csak különböző szolgáltatásokkal, álláskeresési technikák, hogy kell megjelenni egy állásinterjú, hogy kell egy önéletrajzot megírni. Tehát aktívvá szeretnénk a fiatalokat tenni, mert a legrosszabb az, mikor végzett valahol, papír a kézbe, és a négy fal között vakarja a fejét, hogy mit kezdjek magammal, és ugye a legrosszabb döntés, hogy külföldre megyek, a kevésbé rossz döntés, hogy ide-haza próbálok valamit kezdeni magammal. Tehát ugye a másik láb, amit említett is a Gyere Haza Fiatal program, ugye azok számára, akik most külföldön vannak, ugye most csak Londonra koncentráltunk először, de ez egy pilot projekt, ugye hangsúlyoztuk, hogyha sikeres, akkor bővítjük a helyszínt is, meg a forrást is, ami rendelkezésre áll. Itt azért azt tudom önnek elmondani, hogy több mint 1400-an regisztráltak az OFA honlapján, akik komoly érdeklődőnek számítanak a program keretében, és 4-en már el is helyezkedtek, dolgoznak, illetve 60-an már olyanok vannak a rendszerbe, akik felvették a kapcsolatot a hazai munkáltatóval. Tehát itt is a repülőjegy finanszírozásával, lakhatási problémáknak a kezelésével sok mindennel segítjük a külföldieket. Na most ez ugye vitatott, hogy mennyien vállaltak külföldön munkát, nem csak Nagy-Britanniában, hanem Németországban és Ausztriában is olyan 350 ezer magyarról beszélnek, ebben természetesen nem mindenki 33 év alatti, hanem vannak idősebbek is. Mivel tudják haza csalogatni ezeket a fiatalokat? Ugye legtöbben kényszerpályán voltak akkor, amikor kimentek, nagyobb bér miatt mentek el, vagy pedig nem volt itthon egyáltalán állásuk. Most mit kínálnak még ezeken kívül, vagy mivel lehet őket haza hozni?
Igen, hát ugye megkérdeztük őket, hogy mi kellene ahhoz, hogy hazajöjjenek, így talán a legegyszerűbb ugye jó megoldást találni. Nem reprezentatív a felmérés, mert néhány száz fiatal tudtunk Londonban, de azért tanulságos volt. Az első és legfontosabb a munkahely, a második legfontosabb volt számukra a megfelelő egzisztencia megteremtésének a lehetősége, a harmadik a lakhatási problémák kezelése, és a negyedik volt a jövedelem. Szóval a fiatalok tisztában vannak, nyilván a kilépésnél valószínű az első számú jövedelem. Azért megyek, hogy többet keressek, hogy valamilyen kis tartalékot képezzek magamnak. Most a negyedik helyen említették, és tudják nagyon jól, hogy azzal a jövedelemmel, amit most lehet, hogy nem szakmában, hanem csak egy egyszerű kisegítő munkában megkeresek, többet keresek, mint idehaza szakemberként, de az egzisztencia, a család hiánya, a barátok hiánya, a honvágy, egyszerűen fogalmazva, az nagy úr, és megvan a, azt mértük nagyjából, hogy azok, akik most kint vannak, nagyjából a 10%-a mondta azt, hogy ő semmi körülmények között nem fog hazajönni. Az összes többiek megszólítható, potenciálisan megszólíthatók. 33 év az átlag életkor, zömébe hajadonok vagy nőtlenek, tehát az a fiatal kör, akit én úgy gondolom, és ráadásul jó szakképzettséggel rendelkezek olyannal döntő többségében, amivel Magyarországon is tudunk nekik lehetőséget biztosítani. Úgyhogy ha konkrétan pedig, ha forintosítani akarom, ugye egyrészt a repülőjegy, másrészt a lakhatási támogatás az azt jelenti, hogy egy legfeljebb egy évig havonta 100 000 forintot adunk, amit albérletre, rezsire lehet fordítani, emellett egyéb bért támogatást tudunk adni a munkáltatónak, aki fölveszi, tehát több hangszeren játszunk. Most az az igazság, hogy ugye az Európai Uniós bérekkel is attól függ, hogy a külföldi munkavállaló hol vállal munkát, a magyar bérek egyelőre nem tudnak versenyezni. Igaz, a legfrissebb statisztika szerint egyfajta reálbér növekedés, azért mert kimutatható itthon is. Milyen mértékű ez? Itt is a tendenciát érdemes figyelni, hogy honnan indultunk és hová tartunk, tehát azért elég jelentős. Ugye az infláció Magyarországon gyakorlatilag deflációba fordult már jó pár hónapja. Ugye a legfrissebb adatokat tudom most mondani, ez úgy néz ki, hogy ha január-április hónapot vesszük figyelembe, akkor 3,9%-kal nőttek a nettó keresetek Magyarországon, és mivel 0,9%-os mínuszban van az infláció, ezt a két számot, ha összeadom, ez 4,8%, tehát reál értéken, csak nem akarom a kedves nézőket terhelni, 4,8%-kal nőtt a jövedelem, tehát magyarul azt jelenti, hogy az a pénz, ami a zsebünkben van, azért többet tudunk vásárolni, ugye az alacsony infláció miatt. Persze itt is vannak azért régiónként eltolódások, ezt mindig hozzá szoktak tenni. Jelentős eltérések, így van. Államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm a lehetőséget.